Nevelőintézetben töltött 8 év után a fiatal Spira visszatér Rebalairára, a családjához és a barátaihoz, és megpróbál beilleszkedni. Így kezdődik a Világ vége című film, amivel Basilda Cunha rendező azt a küzdelmet akarja ábrázolni, amivel a többnyire zöldfoki szigetekről érkező bevándorlók leszármazottainak új generációja nap mint nap szembesül Portugáliában. A főszerepeket a rendező amatőrökre bízta. A három főszereplő, akiket kiválasztottam, a barátaim gyermekei, mondja a rendező. Fontosnak tartottam ábrázolni azt a valóságot, amiben és ahogyan élnek, és tisztelettel akartam adózni a falunak, amely lassan eltűnik. A 35 éves svájci portugál rendező 10 éven át élt Rebalairán, fallal körülvett föld alatti illegális negyedben, a gettóban, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni. A Világ vége elnyerte a legjobb játékfilm díját az idei Indie Lisboa Filmfesztiválon.